Mindenkinek influenzától, láztól és egyéb input output műveletektől mentes, szép húsvétot kívánok. Serbus Krisztián! Szia Fifika! Hello, húsvéti nyúl, hello, hallgató! <laughs> Bár azt gondoltuk, hogy a húsvéti tojást most a télapó fogja tojni, de hál' Istennek a, a hó már eltávozott. Helyette viszont itt maradt ez a borzasztó nyúlós esős idő. Mit szólsz hozzá? Én szeretem ezt az esős időt. Ú, uh, bakker, én engem, engem annyira padlóra tud tenni egyébként, tehát így hangulatban. Kinéz a semmihez nincs kedved, baj, borzalom. Én szeretem, itt szemerkél az eső, jön, megy a napfény, hát ahhoz képest, hogy itt hónapokig nem volt normális fény, meg hideg, meg hó, tehát azt én nagyon nem bírom, ezt, ezt én szeretem. Valószínűleg túlélnék Angliába. Én is azt gondolom, ma, ma mentem a lányomért a Ferihegyi Rettére, és akárhányszor megyek érte, de ha nyáron is, az tuti, hogy vagy oda, vagy visszafelé esik az eső, hát most oda visszaesett, és gyűlölök esőben vezetni. Ráadásul képzeld el, odafelé kikaptak a rendőrök a sorból az autópályán. Mit csináltál? Semmit nem csináltam. Valószínű, az nem tetszett nekik, így Todi, el, elmennek, visszajössz az autóba, mindent rendbe talált. Most miért állítottak meg? És akkor így megyek, megyek, és. Ó, mondom, biztos, hogy ezek ilyen migráns szállítónak néztek. Oh. Van egy T5-ös mikrobuszom fehér, tehát nem fekete, mint Orbán Viktoré. Oh és uh, sötétített ablakok, ugye csak a vezetőfülkén. Nem, és ezek biztos, hogy oda jöttek. Mellém benéztek, ú, bakker, le van sötétítve az ablak. Ah, és, és így vágtak érted, beszirénáztak, levitte kínásnál a pihenőrbe, és uh, tudod, még azt sem tudtam, csak ennyit mondott a rendőr, tud magyarul, mert egy céges autó román rendszám, Mondom, igen, azt mondja, hál' Istennek. És már abban a pillanatban a másik ajtó, tehát az oldal tolóajtó már nyílt is kifelé. És már a fickó pattant be, nézett körbe az üléseknél. Egy maga van? Mondom, igen. Tehát teljesen, és akkor elkért minden papírt. Öt percig vizsgálták, aztán visszaadták, és jó utat kívántak. Miközben ez történt, így nézek az árokba, és ott van egy ilyen aránylag jó állapotban lévő műanyag, számzáros bőrönd, sárga ragasztó, ilyen, tudod, mint, mint amikor ilyen ha valamit így leragasztasz, hogy azt ne bontsák fel, egy ilyen, hát nem olyan, mint a, de olyan sárga volt, mint mint a sugárzás veszély. Aha. És akkor így mondom a rendőrnek, mikor odajön, mondom, de érdekes bőrönd van ott az árokban. Lement, megrugdosta. Hát ez üres, mondom, no, oké. Okay. Jó is. Remélem nem tud így az oroszok kibaszták a plutóniumot, vagy valamit érted ott a... inár inárcsöpihenőben egy komplett atombombát össze lehetne szedni az árokból. Nagyon durva volt. Na de veled mi történt, Krisztián? Velem? Kérlek szépen. Hú, mi történt? Hát a hetem túlnyomó része az a bírósági tárgyalásra való készülődéssel telt el, mert hogy ugye egyfelől reagálnom kellett a, az emmi beadványára, és azt a az előző hétvégén jól megírtam, és aztán teljesen véletlenül tűnt föl nekem, hogy, mert nem is emlékszem, hogy hogyan kezdtem el nézegetni, de hogy ugye itt másodfokon már akció van, és a másodfokú bíróság, vagyis más néven az ítélőtábla, az két felé van szedve, és a Markó utcába, ahova eddig jártam, ami ott van a szomszédban, és csak átsétálok egy-egy tárgyalásra, aztán visszamegyek ebédelni és dolgozni, az már nem így működik, mert ott már csak a büntető uh, uh, ítélőtábla van, és a polgári kollégium, az Budán a második kerületben, Úgyhogy gyorsan ki kellett csirabizálnom, hogy most akkor ettől még nekem a Markó utcába kell leadnom a beadványomat, vagy át kell mennem Budára, kiderült, hogy át kell mennem Budára, úgyhogy, úgyhogy még oda is el kellett szaladnom a héten leadni a, a cuccokat. Aztán, aztán ma lett volna ugye a, a tárgyalás, amit szerintem össze is foglalok most, mert emiatt kár. Igen, épp, épp mondani akartam, hogy egyrészt azt hiszem, most már csak egy, egy futó ügy van? Igen, igen, igen. Jó, akkor légy szíves és foglalt, foglalt össze, hogy most ebben az együgyben hol állunk. Ebben az együgyben ott állunk, hogy első fokon a fővárosi törvényszék nekem ítélt, tehát úgy ítélt, hogy az emminek ki kell adnia a 2015-ös minden egy kapcsolatos anyagukat, ami ugye akkoriban még Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet néven futott és az emmi fellebbezett az ügyben, úgyhogy így keveredtünk a másodfokú bíróság, vagyis ismétlem hivatalos nevén a fővárosi ítélőtábla elé, ahol, ahol meg volt az első tárgyalásom, ami ugye azt már a múltkor beszéltük, hogy én nem kaptam meg az idézésemet időben, mire a postára jutottam, már visszaküldték, úgyhogy nem voltam ott a tárgyalásom és az ítélőtábla közölte az emmivel, hogy gyakorlatilag semmit nem bizonyított ez idáig, úgyhogy vagy próbálják már megbizonyítani a, a, az érveiket, vagy, vagy, ennek hiányába fognak dönteni, úgyhogy aztán erre az emmi beadott egy, egy anyagot, amit valamelyik adásban ki is veséztünk, hogy miért is hatalmas közérdek, hogy soha senki gyakorlatilag ne ismerhesse meg, hogy ők mit csináltak az elektromos cigaretta témájában 2015-ben. Erre én most beadtam a az én reagálásomat, és, és erre lesz most egy tárgyalás, hát az volt sajnos, hogy ebbe a nyúlós időben megbetegedett az egyik bírónő, mert itt már az van, hogy az első fokon ugye egy bíró volt, aki elbírálta a, a dolgokat, és itt meg már egy háromtagú bírói tanács van, és... Wow! Jaja, nem gyenge és a, az egyik bírónő sajnos lebetegedett, és, és úgy döntöttek, hogy mivel itt már megindult az ügy, és már megismerkedtek az ügy részleteivel, stb. nem csinálnák azt, hogy most a betegség miatt vegye át egy teljesen vadi új bírói bizottság. Úgyhogy elnézést kértek, és áttették jövő hét csütörtökre a tárgyalást, úgyhogy jövő hét csütörtökön folytatódik a, a történet. Történet, történet. Történet, történet, történet. Igen. És úgy nézem, hogy ők már nem nagyon szaroznak, úgyhogy én azt remélem, hogy ebből most nem lesz megint olyan, mint első fokon, hogy most akkor az emmi bead az én beadványomra megint egy valami blőd beadványt, aztán, aztán amire én is megint reagálnom kell, úgyhogy én nagyon remélem, hogy jövő héten pont kerül a, az ügy végére. Jövő héten meglátjuk. Milyen elektromos cigarett a szaküzletet üzemeltetett. Miért túlják a dohánygyárak szekerét? Lalalalala, ez hihetetlen, te. Hát igen. Hú, hát Istenem. Ez történt velem, Ö, megjöttek ma az új pólóim, ez is történt velem, nagyon menő póló. Cicás? Cicás Egy póló? sem cicás. Elmondani se tudom, hogy milyenek, nagyon jók, igazából. Ezt ez, ez meg kell látni két Star wars két Tulus, és egy, hogy hívják, és egy túl leszes a kis fekete sárkányos póló Neked jó. Star Wars-os póló, Krisztián. Le vagyok döbbenve. Na, mert így nem uh, jutott el. Tehát Blackiről tudom, hogy nagy Star Wars van, de rólad még ez így. <hört> én nagyon nagy Star nem. Wars fan vagyok. A nem szembesítettem magam ezzel a, a tényjel. Mert egyébként Meg Star Trekről beszélgetünk folyamatosan, igen. Igen, mert ez úgy igen. történt, képzeld el, hogy én eredetileg Star Wars rajongó voltam, és ugye nem annyira fogott meg engem a, a Star Trek, pláne a régi sorozatok. És annyira régre nyúlik ez vissza, hogy még általános iskolába, alsó tagozatba, amikor napköz is voltam, akkor egy ilyen, valamilyen ilyen napközi udvarokon mindig szoktak ilyen fura fák lenni, aminek így a gyökerei így megy jobbra-balra. És hogy ilyen egyenetlen a talaj, és be lehet bújni a fa gyökerei közé, abba a korban zseniális volt egyébként, imádtuk. És ott beültünk a, a, a gyökerek alá, és az volt a Millennium Falcon, és Star wars osat játszottunk. Úgyhogy eredendően én Star Wars-ra vagyok törzskönyvesztetve. Aha. <laughs> és és aztán egy ilyen 20-10 évvel ezelőtt volt, hogy a laca cimborám így rákta a fülemet, hogy érdemes szerintem megnézni a Star Wars-okat, mert ezek az új Star Wars sorozatok, mi, mi, mint a a Deep, új, mint a Deep Space Nine, mint a Voyager, és a, 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 a mi volt a, hogy hívják a. Enterprise. Enterprise, igen, igen, hogy ezeket érdemes megnézni, és így, tudod, mit megnézem, és elkezdtem nézni, és aztán így beszippantott a Star Trek világa is magával, így lettem ilyen kétlaki mostanra, de na nagyon szeretem a Star Wars-t, és, és itt a Kvertinél marom jót Star Wars pólók vannak, ugye onnan szoktam rendelni ezeket a pólókat, ez egy olyan hely, ahol ahol független uh, dizájnerek designerek készítenek póló amire aztán a, a, közösség tud szavazni, hogy melyik tetszik neki a legjobban, és akkor a, a, legjobba, a legtöbb szavazatot kapók közül beválasztják ezeket, és akkor onnantól kezdve lehet olyan pólókat is rendelni, és hogy ilyen nagyon szép kompozíciók, meg nagyon szép grafikák vannak Star Wars ügyben, az egyiken Berosász egyébként, az egy ilyen ártuditú műszaki rajz. <laughs> és, és, és nagyon-nagyon na, menő néz ki, a másik meg egy csata jelenet, hogy hívják okkal, lépegetőkkel, birodalmi rohamosztagosokkal, x-szárnyúakkal, ilyesmi, Úgy, ezek. Tulu az kötelező, már régóta fentem a fogamat néhány Tulus pólóra. A, 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 az, a... Micsoda az a Tulú, Mert ez nekem így nem mond semmit. Nincsen meg a túlú, Tulu. Tulu kérlek szépen. H.P. Lovecraft a, a 900-as évek korai szakasz. Á, 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 oké. Igen. Oké, de azért mondd el, mert valószínű, más másnak se fog leesni. Igen. Jó, és P. Lovecraft, aki az ilyen, ha jól emlékszem, a 20-as évek környékén élt, 1920-as évek környékén, ő egy viszonylag vékony pénzű író volt annak idején, és ő kezdett el ilyen horror sztorikat, a nyilván a kornak megfelelő stílusban, és elképzelésekkel horror sztorikat írni, aminek többnyire a főszereplői régi istenségek, akik valamiért, még a történelem előtt történelmi történelem idők előtt visszavonultak, alszanak, és időnként, ha valaki emlékszik a, a Hellboy című filmekre, amik a, mozifilmek voltak, azokban voltak ilyen ősi istenek, akik csápjaik vannak, bejönnek a másik dimenzióból, és, és, és ilyesmi, tehát így ez a, ez a vonal, és ezek időnként így ébredeznek, és akkor mindenféle kultus, kultistáik vannak, és, és, megőrülnek az emberek, meg, meg hasonló dolgok, de hogy minden ilyen témájú horror regényeket írt ő, és én nagyon szeretem ezeket a regényeket, és van társasom is ebből a világból, amivel szoktunk társasozni. Azt a betyárosat! Meg szerepjáték is van, ugye a Call of Tulu, az alapvetően pontosan erre a, 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 az univerzumra épül, és, és így a popkultúrában azért a Tulu létezik, mint olyan, és itt ezen a pólósbolton szoktak készíteni tulus, pulus, tulus, tehát tulus dizájnú pólók is készülni, és akkor szoktam néha rendelni belőlük, hogy hogy legyen. És hát ez a, ez a tútlesses kis sárkányos póló, ez meg aztán zseniálisan aranyos. Szóval Star Wars, igen, Star Wars. Igen, tehát a Lovecraft azért, lássuk be, hogy a science fiction horror egyik is, iszonyúan nagy alakja, tehát nagyon sokan merítettek Tőle, és Helen, igen. Uh, ugye az ősi idegenek című uh, elmélet is uh, köthető hozzá ezzel a, az ősi istenek, akik és uh, valamikor kép, itt igen. jártak a földön, és befolyásolták a, a civilizációnkat, sállalá, Na, szóval nem. Nekem egyébként uh, én azt hiszem Lovecraft-tól három regényt, meg egy novellás kötetet olvastam. Szerintem iszonyúan sötét. Tehát ez a, ez a hihetetlen dark. Uh, uh, hát csak a... nem is mondanám fentezinek, mert, mert azért uh, ő ezt na nagyon jól megírta. Tehát nem ez a fajta uh, gyűrűkura érzésed van, hanem egy ilyen nagyon kemény Világ, és hát de hát sétét. horror alapvetően igen. Hát igen, igen, igen. És olyan nagyon. Én azt, én azt bírom benne, hogy ilyen nagyon sajátságos stílusa van, ami mai szemmel olvasva egy kicsit így viccesen hat, amikor így nagyon valamilyen hatást próbál kelteni. És akkor ott volt. Az. Engem, engem egyébként egy picit arra emlékeztet, mintha ezeket a Tarzan könyveket írta volna meg horrornak. Tényleg, <coughs> 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 ez ez találó. Ettől, ettől, ettől már csak egy, egy borzasztóbb van. Volt egy magyar íróni, akit úgy hívtak, hogy Erdős Reni, és hát így a... a hogy is mondjam, a szocializmusban indexen voltak a, a könyvei, de nem azért, mert olyan óriási szellemi uh, erőfeszítést kívánt volna az olvasások, vagy mit tudom én, támadta volna a, a szocializmus esméit, hanem hanem voltak ilyen iredent a uh, megnyilvánulásai, de ez a nő volt az, aki úgy írt, mint a Tolkien a gyűrűk urába. És akkor ott egy kis lepke megrázta szárnyát. Gyöngyöző harmadcseppek futottak végig rajta, miközben a szivárvány minden színében ragyogott a felkelő napfény. Tehát ez a olyan leírások érted, hogy öt oldalon keresztül arról ír, hogy eltelt három másodperc valahol. Tehát iszonyú, iszonyú. Na, és még mi történt veled? Még az történt velem, kérlek szépen, hogy a parlamentben jártam. Oh, 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 oh. Igen, ahol, ahol én nem. Ahol te nem. Igen, Igen helyetted jártam gyakorlatilag a parlamentben. E, semmit nem kell beleolvasni a történetbe. Történet, történetbe. Csak az érdekesség kedvéért. És, és a múltkor, amikor ott jártunk Csárlival, utána meséltük ugye, hogy hogy ez egy Elképesztő labirintus ez az országház. És most az volt, hogy egyedül érkeztem oda, a többiek már ott voltak, és egyedül kellett bemennem, és valahol az épület túlfelére kellett eljutnom. És így nagyjából a, a, a kormányőr az, az így eligazított, hát mondom, jó, van, próbáljuk meg, mi, 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 mi bajom lehet. És így elindultam ebbe a parlamentbe, és ha hiszed, ha nem, nyílegyenesen odalukadtam ki, hova menni akartam. Azt hittem, hogy és fifika, ha hiszed, hanem egyszer csak megkoronáztak. De ha mondom, ez, nem történt itt? Meg. ez nem történt meg. De nem kisebb fegyvertény az, hogy különféle saját fej navigáció alapján, elképzelésből fogtam magam, és eljutottam A-ból B-be a parlamenten belül, és nem a szomszéd helyiségbe. Úgyhogy ez volt, és annyira durva volt, hogy utána még e, meg, megpróbáltam önállóan megkeresni kicsit később a büfét is, és, és megtaláltam a büfét, és visszataláltam a büféből is. Igaz, hogy egyszer véletlenül eltévettem és kilukadtam a női öltözőben a kazáház mellett, ahol némi sivalkodás után útbaigazítottak, igazítottak, de hogy ez elképesztő, hogy annyira jól tájékozódom, annyira jól tájékozódom, hogy az valami elképesztő. Most ettől egyetlen, egy nagyobb parlament létezik, azt nem tudom, tudtad -e? Nem. Tehát lé nyilván létezik, de hogy, hogy, hogy melyik a legnagyobb európai parlament, így négyzetméterre, meg, meg területre? Brit. Na, hát ha megkérdeztem, akkor gondoltad, hogy van valamiféle kapcsolat Hozzá, tehát a román parlament, amit oh. Ceaușescu épített, mert az összes minisztérium egy helyen ott van. Ah tehát nem csak uh, parlament, hanem mi, miniszter. Tehát valami. Ez egy egyszer, egyszer nézd meg a Google-örsön, uh, uh, méretű uh, épület. Hát mondjuk az ő mm. stílusában egy ilyen. Hát erre mondta azt a művészet történet tanárom annak idején, amikor nem akartod valakit megsérteni, hogy ez milyen stílus, ez milyen stílus, akkor mindig azt mondta, hogy ha, ha nem akart valakit megsérteni, hogy hát arhaizáló. <laughs> <laughs> Tehát érted, hogy sehova nem lehet besorolni, érted? Tehát, hogy ilyen kicsit, ilyen kicsit olyan. Hát a milyen kis egy... egy jó az építészeti szempontból? Monumentális. Hát igen, ezt ugye volt ez a, ez a legenda, hogy nem tudom igaz-e egyébként érdemes volna utána járni, hogy a, a nagy kupola az a csendőr ö, ö, sapkának a, az alakját, ö, mint az a tetején még ott is van tudod ez a szurony, vagy nem tudom mi, hmm. mi ez a rohamosztagos lánydzsa, ami a... A tetején van, tehát hogy, hogy onnan vették. Egyébként szerintem stílusában sokkal inkább stílusos, mint mondjuk a, a romániai parlament, és ezt most nem leszólásképpen mondom, csak nyilván az egyik akkor épült, a másik meg ekkor épült, tehát mások a a viszonyok, de nekem tetszik egyébként a parlament épülete, én azt egy pár szó körbe jártam kívülről állványon, mert hogy még, amikor díszítő burkolóként tanultunk, akkor ott eltöltöttünk két hetet az épület szobrászokkal. Díszítő burkoló is volt Fifika? Nem, nekem az a tanult szakmám. és, és, azt nem tudom, tudta de hogy folyamatosan újítják föl. Tehát olyan nincs, hogy az befejezik. Már a mi Te... magyarról beszélünk. Igen, igen, igen. Ez, igen, ez igen, köz, köznevetség tárgya volt még gyerekkoromban, hogy most volt nem régiben egy, egy pár év, talán, amikor nem, nem volt állvány egyáltalán kívülről rajta. De gyakorlatilag. Hát mikor... Azon a részen, igen. De, de nem azon a részen, hanem volt nem tudom, hogy milyen hosszú időszak volt, de megtörtént a, a lehetetlennek hitt dolog. Gyakorlatilag hogy nem, volt nem volt fölállványozva így. kívülről sehol a parlament, de hogy, ez egy, hogy gyerekkoromban meg így azóta kb. egy vagy két évet leszámít, vagy gyakorlatilag a, folyamatosan vándorolnak a parlament körül a, a, az állványzatok, és ez ilyen vicc volt, hogy nem lehetett állvány nélkül látni a parlamentet. De mostanában nem is néztem, hogy hogy, hogy megint visszatérkezik. Szép, tehát én, én azt gondolom egyébként, hogy Európa egyik legszebb parlamentje mindennel együtt. Nyilván benne van az embernek a, a saját magyarsága is, és a, a büszkeség, de ja. Na és volt-e még valami, ami történt veled, Krisztián? Ezen kívül velem igazából más nem történt, Fifika, úgyhogy inkább megkérdeznélek téged, hogy veled mi történt a héten? Úristen, tehát euh, én ezt a, a múlt hetet és ezt a hetet nem szeretném még egyszer így euh, lezongorázni. Oké, okay, kint, kint dolgozunk a napi munkát, nyilván az ember nem mondja, hogy milyen problémák vannak. Pénteken úgy gondoltam, hogy én bizony péntek délben elindulok haza. Erre péntek reggel esett 40 centi hó. De olyan 40 centi hó érted, wow. hogy a Hargitán nem lehetett átközlekedni. Jó, akkor szombat. Közben Charlie rám uh, ír, hogy más olyan már le a személyigazolványomat, mert a, a kölcsönzéshez kell valami uh, a, ugye hogy ahhoz kell. Ne nem spoilerezek, ennyi. Jó. Hogy ahhoz kell egy személyigazolvány. Oké, okay, lefénymásoltam, és ezzel a mozdulattal benne hagytam a fénymásolóba. És itt szombat reggel elindultam uh, haza. Uh, 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 uh. nélkül. Tehát így dévánál, de, de tudod, ez, ismered ezt a... Tehát amikor így belét beléd hasít a kép, hogy ott volt a fénymásolóban a személyigazolvány. Uh, uh és akkor tudod, így elővettem a pénztárcámat, és nem volt benne. És akkor fölhívtam mindenkit, hogy nézzék már meg, hogy mivel lehet még az személyigazolványon kívül átjönni a határon. Hát nyilván útlevéle, az meg nem volt nálam. és otthon se találták az útlevelemet, úgyhogy 330 km után így a körforgalomba a Dévánál visszafordultam, és ismét 330 kilométert visszafelé autóztam és akkor már nem, tehát aznap már nem vágtam neki, hanem így vasárnap reggel tolt cseklista személyig az olvány. Tehát <coughs> <coughs> most annyira, annyira, annyira összezavart ez a, hogy mikor jössz el valahonnan, és még ezer dolgot meg kell csinálnod, többek között ezt is, és ugye Charlie mondta, hogy akkor az jó-e nekem? Én meg belájkoltam, hogy oké, okay, de közben pénteken uh, uh, fölhívott egy, egy uh, illetve pénteken tudtam meg, hogy jön egy olyan világcég hozzánk, akivel nekünk muszáj volt uh, uh, beszélni, és ennek vannak egyesületi vonatkozásai, tehát nem csak a, a saját cégünk, hanem a, a, az egyesületnek is ez egy uh, ez egy borzasztó jó dolog, csak én azért nem mondok most róla semmit, mert ez egy kurva hosszú útnak a legelső lépése, mm. tehát nem, nem szeretném, hogyha az lenne ebből, hogy ja persze, izé, akármit, nem, tehát és akkor mondtam hogy ne haragudjál, de én ilyen egy-két óra felé tudok végezni, és akkor most itt tartunk gyakorlatilag, és tegnap meg ilyen 39 fokos lázzal fetrengtem itthon. Ma se sokkal jobb a helyzet. Ja, ja, hát ez a hányos, fosós, vírusszerű valami, semmi nem marad meg bennem. De, de most, most már talán ezek a hidegrázások, meg ezek a, a hőhullámok, tehát ez a korai klimax tünetei most már azért mm. eltűnőbe vannak. Valószínűleg egy kódrexel már túlélem a, a mai éjszakát, de borzasztó szarú voltam tegnap, és ez így délután két órakor így paf, és így ledöntött a lábamról konkrétan, ráadásul ben voltunk Szegeden, még hazáig kellett vezetni, úgyhogy közben vacogtam, izzadtam, tehát á, nagyon szar volt. Elég jó hangzik. Na mindegy. Úgyhogy ez ez törpént velem, és hát nézzük akkor, Krisztián, hogy mi történt a nagyvilágban. Hol van, nincs? Krisztián készült. tehát Engem, ami így konkrétan viszintesbe tett, amikor olvastam, és így eldobtam az agyam, az a hangvezérléses mod. Hiánypótló. Tehát, Isten bizony nem, nem nem tudtam, hogy hova lehet fejlődni tovább. Amúgy. Tehát, tudod, most már itt a 200 volt, 400 volt, nem tudom én, akármi. Tényleg a, a lézeres a, a sztoriró nem tudunk még, tehát lehet, hogy még ott azért lesz, vagy, vagy tényleg atomizátor lesz az atomizátor, és mondjuk deutériummal fog működni, és hideg fúziós kazánok jönnek ki a piacra. De hogy hangvezérléses mód, ez annyira, de annyira kellett már, hogy az valami elképzelhető. Én nem értem ezt a hangvezérléses mód koncepciót, Fifika. Nem bírom elképzelni, hogy hogyan működik. Beveszem a driptipet a számba, és még, még és, és, de nem tudok egyszerre elcigizni és beszélni, hogy még akarok elcigizni. Hát de nyilván nem, nem szívás közben fogod mondani neki, hogy. Hát akkor az még nem egy, hangvezérléses volt ez. Kérek egy hamburgert, meg két sült krumplit, ne viccelj. Próbálom, de lehetetlenek. szívjam és beszéljek egyszerre, nem át. Tehát nem, annyira nem, komoly... Sorry, a, 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 annyira komoly... Egyébként az iJoy a, a, készüléke, ez a ez a cucc RGB LED a, a megoldás, a kijelző megoldás, és ilyen parancsszavakat tud, hogy Hello iJoy, Auto, power, auto Watt, Power High, Power Low, Lock Device, Unlock Device, Turn on light, change color, music, music light, ezen azért Krisztiánnal egy picit így elgondolkodtunk, hogy vajon ez a music light mi lehet? Hát nem, nem heavy, De lehet... nem heavy music. Nem, nem. Könnyed hallabok. Tényleg az, az lehet, amit mond, mondtál, hogy szól a zene a rádióba, és közben ez itt nyomja a kis diszkófényeket. A Egy jelzé. zsebben hordható vinam visualization hát ez annyira ez annyira gázért tudod, így bemész az ECG szervizbe, mi a probléma, elromlott a mikrofonja az elektromos cigarettámnak egy-kettő pedig, hogy le tudnak most már hallgatni az ecg keresztül is, tehát azért na, van ennek értelme, Krisztián hát ez úgy hiányzott a világnak mint Kína kínai kémprogramokat fognak telepíteni az e-cigarettára. Innám már csak tényleg egy lépés. A ah, melyik előgondolkodó mondta, hogy, hogy mert úgy teszik vonzóvá a fiataloknak, hogy MP3 lejátszó években. 2015. 2015. Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet? A, a, a szuper vanami... összefoglaló jelentésben volt. De ez, de ez valami hihetetlen, tehát olyan olyanokat vizualizálnak, hogy amit soha nem, tehát ki az az állat, aki a beledugja a fülest az e-cigarettába, miközben gőzöl, és mondjuk még így effektálja is, tehát hogy így beleszív, és akkor a VCO elefófilter így elkezd benne dolgozni, vagy a, a basszus, minél nagyobb gőzt, adsz, annál mélyebb vágás lesz rajta, vagy nem tudom, tehát Elkünket Na, és eszi. akkor ez tud, tud, még ilyet, hogy music light, romantic light, light off és shut down, tehát ezeket tudja hangvezérléssel. Tényleg uh, mondjuk nem tudom elképzelni ezt a szituációt, hogy uh, tele van mindkét kezed. Miközben egy cigarettázol és hangvezérléssel kell állítani bármit és az egy cigarettán. <tosz> Valakinek nagyon meglódult a fantáziája. ha, belegondolsz, fogod az e Én még olyan e-cigarettát nem láttam, amit a fogaddal tartasz. Mondjuk a fogaddal tartott közben elég szar beszélni. Tehát... Fogaddal tartod a két akus <coughs> Így van, ez a Skóta hangvezérlésű liftbe című fejezet fog... Az milyen? Bi Hát, uh, azt hiszem, skó. Van egy ilyen paródia, hogy az angol hangvezérlésű liftbe beszáll a skót, és nem érti a lift. Ja, 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 ja oké, okay. kapcsoltam. Vagy ír, lehet, hogy ír. Azt hiszem, ír. És mindig kérdezi a lift, hogy hová. À, nagyon durva. Jó. Nekem van egy közérdekű fölháborodásom, amin én a múlt héten akadtam ki, ez még a március 15 i megmozdulásokhoz tartozik. Ugye egyrészt baromi szar, hogy egy nemzeti ünnepet ennyire átpolitizál a regnáló hatalom, nem mellesleg ezért aztán átpolitizálja az ellenzék is. És hogy a diákok pedig, akiknek egyébként az ünnepe, tehát uh, én uh, én úgy nőttem föl még az átkozott uh, szocializmusban, hogy uh, március 15-ével kezdődtek a forradalmi ifjúsági napok. Hmm, tényleg? Emléksz, emlékszel te ilyen, ilyen, uh, ilyen sztorikra? Hát nem tegnap. És igen, és. Uh, és ugye ez nem volt munkaszüneti nap, itt tényleg az iskolák, meg a, a középiskolák mentek ki ezekre a megemlékezésekre, és ez a Petőfi-féle fiatalos uh, hevület uh, volt a, a diákságnak egyfajta ünnepe. Az én, még egyszer mondom, az én fejemben nyilván a, a, azért, mert abban a, az érában szocializálódtam, ez így kapcsolódik össze nekem nagyon szimpatikus volt, hogy a, a diákok önállóan képesek kiállni a saját jogaikért, és március 15-én hát mikor uh, kimennek tüntetni, Visz viszont uh, azért, mert leléptek a járdára, 50, azaz 50 ezer forintra bírságolgatja most őket a rendőrség. Ami azért gáz, mert egy gyors 30 ezeres bírságot... Uh, Szabnak ki. Tehát uh, egyszerűen nem, tehát tényleg nem, nem tudom, hogy hova lehet még uh, fokozni ezt a fajta. Gyökérséget? Gyökérséget, igen. Tehát ez a, ez a Just is meg, megmutatjuk, hogy uh, mi vagyunk a faszagyerekek. És gyakorlatilag, ha emlékszel rá, a 15-i tüntetésnél leterelték őket a, az útestre, a járdára, és ott mindenkit igazoltattak. Ja. Na most, akit ott igazoltattak, azok szépen kapják az 50 ezeres büntetést. Na most egy 16-17 éves gyerek nyilván nem ő fogja befizetni az 50 ezer forintot, hanem a szülő, ugye mert még kiskorú, tehát ott a, a, a gyám, illetve hát a, a szülő fog fizetni. Tehát ha én azt szeretném, hogy ne szavazzanak rám, akkor még sok ilyet kéne csinálni ebben az országba, bár azért erősen küzdenek érte, de, de nálam ez, ez abszolút kiverte a, a, biztosítékot, Tény, de tényleg. Tehát, hogy egy ilyen fasság miatt büntetni diákokat csak azért, hogy nem tudom mi a cél. Tehát nyilván ezzel nem fogják őket megfélemlíteni. Hát az... Nem tudom eldönteni, hogy mi ez, de igazából első azt mondanám, hogy a, az ostoba erőfitoktatásnak egy nagyon, nagyon stílustalan példája. Tehát... De, 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 de van, a... Annyi minden ilyen van, tehát most így elkezdek gondolkodni, hogy miket olvastam, meg miket láttam az elmúlt hetekben, hát ott van az a szerencsétlen portás, akit kirúgtak, mert e e merészelt elmenni, pisilni, miközben a, hogy hívják, az 1300 milliárdos, nem jut be a neve, kósalajos Lajos, Kósa Lajos. sofőrje lezúzza a szolgálati autót a, a, a bejáratnál, a telefonálgatások, a, a mindenféle ilyen ellenzéki fórumokon való megjelenés és, és ilyen, ilyen stílustalan ö, dolgok csinálása, mint a, mi a burkába beöltözötten szőnyeget árulni meg. Tehát, hogy így, ezen gondolkoztam a minap, hogy, hogy valahogy ezek a, Nehezen találom a szavakat, elnézést kérek. Tehát, hogy így, így ültem, olvastam ezeket a híreket, és pont így sok jött így egymás után ezekből, így a, a, a regnáló kormányunkkal kapcsolatban, meg a kormányunkat támogató honfitársainkkal, és hogy mikre nem vetemednek, hogy, hogy tolják egy kicsit a regnáló hatalom szekerét. Ez így. Túl sok jött, és átütötte az Ingerköszöbömet, és így ültem, és így néztem magam elé, hogy nem hiszem el, hogy létezik egy olyan párt Magyarországon, aminek sikerül gyakorlatilag a, az igazi, alja, gátlástalan szemétládákat összegyűjteni maga körül, és így eluralkodott rajtam ez az érzés, és nem hiszem el, hogy milyen szerencsés vagyok, hogy ilyen izgalmas és érdekes időben élhetek Magyarországon, hihetetlen. Az a baj, hogy amit most élünk, ha belegondolsz, ugyanez volt mondjuk annak idején a, a németországi a, náci hatalomátvétel környékén, amikor még a náci párt nem volt ilyen, ilyen a hihetetlen erős. Ez az új, hogy, hogy eh. bocsánat, hadd szólja közben, a, hogy hívják a habatortán a, Migráns fotós, stop, ami megint közpénzen nyomják a, 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 a guztustalan propagandát, ami egy az egyben, pont volt egy cikk valamelyik portálon, egy az egyben úgy néz ki, mint egy régi náci plakát. Mondja csak, mondja csak. Bolyános. Igen, igen, tehát, hogy el, el, eljutottak az üzenet közvetítés legrövidebb formájához, amikor már elég nekik csak színes bőrűek elé tenni egy stop táblát, hogy tudjat, hogy ők mire igen. gondolnak. Ez azt jelenti, hogy évek óta tematizálják az ország gondolkodását. Tehát, mindenkinek ajánlom egyébként, hogy szavazzon a fideszra, aki nem akar gondolkodni, mert, mert annak tényleg nagyszerű lesz. Tehát azt a két szót, hogy be, azt abszolút meg tudja tanulni, és ennek az összes variációját. Tehát hihetetlen, és azt akartam mondani, hogy hogy pont ez a, ez a hétköznapi fasizmus, ami így átsüt ezen a, az egész dolgon, hogy egy, nem vitatkozunk semmiről. Tehát én Féren értés ne essék. Tehát én nem mondom azt, hogy nincs migráns, hogy, hogy nem probléma a, az a bevándorlók ügye Európába, de az, hogy ezt nem lehet normálisan átbeszélni, ez ellen bármilyen normális módon cselekedni vagy védekezni, az, az egyszerűen fölháborít. Kultúráton civilizált és... ember módjára kezelni a kérdést. Igen, tehát ez, ez kész. Tehát ez hogy, hogy folyamatosan megy ez a, ez a, birodalmi szugerálás, érted, és a, a, leg, a legaljább elméleteket emelik kormányszintű programra, tehát ez aztán tényleg minden, tehát ez az Orwell világa kezd már lassan lenni, és nekem folyamatosan mindig az jut eszembe, hogy bemegyek Szegedre, és nem tudok úgy kijönni bakker, hogy ne menjek el egy kamera előtt. Tehát, hogy, hogy ha akarnának, Mindenkit meg tudnának most már figyelni. Még majd kötelező lesz a, a, mit tudom én, az otthoni kamera érted? és akkor már a, 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 minden rendben lesz. Tehát tényleg föláll a gondolatrendőrség, és akkor abszolút happy lesz a, a mindenki. Hát jönnek majd az RFID személyi azonosító okmányok, ugye? Meg hasonlók, és rádiófrekvenciával is szépen hat kövessenek, hogyha arról van szó. Nem, én meg kezdem tényleg ilyen, ilyen szinten szarul érezni magam, és tehát félreértés ne essék, Románia se a, a, nem tudom én, a csodák világa, és Románián belül Erdély, Erdélyen belül pedig Székelyföld se az, de mindaz mellett, hogy ők hogy hogy gondolnak a mostani kormányra, én folyamatosan azt mondom, hogy az, ami most van, az bizony, bizony, bizony az MSP, a mostani DK, tehát a Gyurcsány, ezek ágyaztak meg ennek. Tehát én biztos, hogy erre a három pártra tuti nem fogok szavazni, és ez az én saját véleményem, mert mert az, hogy ide jutottunk, azt részben, illetve nagy részben nekik köszönhetjük. Úgyhogy nem hiszek már senkinek. Eljutottunk idáig. Éh, ja. Meg, Na de láttam, megint nem betettél. Nem Igen, az a baj, hogy, hogy ez így, tehát én már alig várom, hogy kilencedike legyen, és, és el, elhagyjuk ezeket a, a beszélgetéseket, de olyan mélyen. Tehát amikor naponta kétszer csörög úgy a telefon, hogy és hallotta, hogy vonagábor, izé nem, hát bazd meg miért, plegyka vonal, vagy tehát nem tudom, hogy hova tudunk még, még lesülyedni, És egy kilépsz, és soros van, meg stop, meg az ország be van öltöztetve, narancsszínűbe. Tehát nem, köszönöm szépen tényleg nem, 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 kérek belőle. Nem akarom. Uh... De, hogy még egy picit még visszakanyarodjunk. Visszakanyarodjunk. Hogy azért vannak, hát pont tegnap beszélgettünk Ingával róla, és ő, ő, vetette föl, hogy azért így vannak ilyen kis kis apró fénylángok a sötétségben, mint ugye a helyi választások, időközi választások, most érpatakon érpatakon azt igen, a, igen, a, a, a cíberes igen, ökröt sikerült e, elkergetni, hogy azért va, va, van remény, van remény, hogy hát ha azok, akik, mert ugye a Fidesznek a kétharmada is úgy kétharmad, hogy ketten, hogyha szavaztak rájuk, csak nem volt magas a részvétel. <laughs> <laughs> hát ha most végre elege lesz azoknak is, akik, akik, akik passzívak voltak eddig, és, és oda mutatnak, na ja, mindegy. Meglátjuk, hamarosan meglátjuk. Az a szóval egy társadalom, és ezt kell megérteni mindenkit. Tehát én nem szoktam belemenni ezekbe a vitákba, hogy a oh, fideszes barom, mekkora hülye vagy, meg nem? Hát ő így gondolkozik, akkor így, így gondolkozik. De mindenkinek el szoktam mondani, hogy ha, ha egy kormány lebontja a fékek és ellensúlyok rendszerét, ott nagyon nagy baj van. Tehát a, a, egy kormány fölött a civil kontrollnak igenis muszáj működnie. E, és nem kell mindenhova sorost vizionálni, érted? Egy TASZ, egy, egy Helsinki Bizottság, egy, nem tudom az nem a soros fegyvere a migránsok betelepítéséhez. Tehát ezt vegyük már tudomásul. De mennyire kell ostobának Kicsába. lenni, hogy valaki ezt elhiggye? De, hát ennyire. Nyilván... Ne, figyelj, nem ostobák, de, de ha belegondolsz, hogy öt éve ezt uh, súlykolják beléjük... Átfogalmazom, befolyásolható. Ő... Bocsánat, az ostobá, befolyásolható. És pont az a baj, hogy az a, az, az ember, aki befolyásolható, és annyi, olyan szinten befolyásolható, hogy ezt az elképesztő mennyiségű baromságot benyalja, az az ember befolyásolható arra is, hogy menj el szavazni. Tehát persze, hogy el fog menni szavazni, és... Így születnek a két kétharcok. Jönnek ezek a nagy pozitív beírások, de visszafizettük az IMF hitelt, igen, a nyugdíj és nem mellesleg az IMF sokkal kedvezőbb hitelt adott, mint a, a mostani finanszírozási rendszer, amikor ugye, állampapírokból finanszírozunk kurva drágát. És Oroszországból. És, 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 és Oroszországból. Többek között, csak hogy az IMF-el az volt a baj, hogy az beleszólt volna abban, hogy a gazdasági mutatók hogyan kell, hogy alakuljanak, hogy ő biztosítva lássa a hitel visszafizetését. Érted? És akkor nem lehetett volna ilyen, ilyen hihetetlen nemzeti burzsúáziát kiépíteni. És még csak nem is a nemzeti burzsuáziával van a bajom, mert legyenek magyar vállalkozók a nyertesei ennek a dolognak. Na de pont a KKV szektort nem erősítik. Tehát pont az a szektor, amelyik a széles jókedv alapja, a kis és középvállalkozók, pont az a szektor nem tud erősödni. A nagy ö, oligarchális ö, ö, nemzeti multi, nem, nem multi, nemzeti nacionalista ö, vállalkozások ö, tudnak erősödni ebben az országban, és ez sem a teljesítmény alapján, hanem az alapján, hogy ki kit ismer és ki kinek a jó barátja. Tehát ez valahol 1800-ban volt ilyen Igen, az a. hogy egy mixát a világ. Köszönöm vissza. Ööj. Brutális. Na de hát. Na de hát. Tudjuk, hogy vannak különbségek. Meg. meg egyébként is. Szeressük a különbségeket, gyerekek, mert az jó. Mint például a DL és az MTL. Krisztián. Légy szíves. Tehát ez a, ez, 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 a, témánk most egy olvasó kérdésére válasz. Egyébként a múlt heti adásból kimaradt, mert Krisztián sortkatolta az adást... Nem értem a kérdést. Pedig, ped pedig, hát rengeteg szer beszéltünk a, a DL és az MTL közti különbségről hogy szíves Krisztián, fejt ki a véleményedet te, mint mondjuk, ha jól sejtem, MTL. Én MTL vagyok, uh, igen. Fölhasználom. Nagy ritkán, nagy ritkán, mondjuk heti egyszer tolok egy MTL-es lukkot a DL kazánom vagy DL slukkot az MTL-es kazánomból, ha éppen olyan, úgy tartja úri kedvem, de alapvetően én MTL-es vagyok, de a nagy húzatú MTL-eket szeretem, és... Én nem is igazából déjeleztem. Most déjeleztem egyébként, nem mondok igazat, mert a minap déjeleztem, átmentem az egyik hugomhoz, aki mutatta az új kis büszkeségét, az új ecigijét, és mondta, hogy de hát ez nem, nem, úgy működik, mint ahogy, ahogy ő ezt várja a, a, a kis AIO-jához képest, és mondtam, hogy hát figyelj, hadd nézzem meg. És így 20 pár vatton oda pirítottam neki, mert arra volt állítva, és így nem történik semmi, nem történik semmi, nem történik semmi. Négy-öt másodpercig nem történt semmi, majd elkezdett pattogni a kazán, mint az állat, és elkezdett dőlni belőle a gőz. Hű, basszus, milyen, milyen van neked, milyen hőtehetetlensége van ennek, basszus. És kiderült, hogy mi ez a valami három mini, elfelejtettem a nevét, Mindegy, a lényeg a lényeg, hogy, hogy, hogy MTL kazánt vett szegénykém, és hát ő nem ez van, nem MTL, keverem, DL, tehát ilyen jó kis Cloud Chaser DL kazánt meg, meg vett magának, amit nem lehetett rábírni MTL működésre természetesen, mert nem erre lett kitalálva, úgyhogy szomorúan mondtam meg, hogy, hogy hát ez, 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 nem a te hecigiző stílusodhoz lett kitalálva ez az egész kódszerel, de hál' Istennek aztán megkérdeztem Blackit, hogy figyelj, lehet ehhez olyan fejet kapni, amivel nem viszi le a húgom fejét. És kiderült, hogy igen. Úgyhogy nekem ennyi az ismeretségem gyakorlatilag a, DL-lel, azon kívül, hogy tudok róla, hogy, létezik. Én megrögzött MTL-es vagyok. Meg amit meséltél még a, DL dvarvról a, a, te tapasztalataidat. Úgyhogy nekem nincs nagy véleményem erről. Nyilvánvalóan clutch ishez tökéletes, megvan az a réteg, akinek ez, ez jó. Egyetlen egy dolgot tudok még, bocsánat, de tudok róla még, hogy még Farszalinos Doki többször próbálta csönben elmagyarázni az elcigarettázó közösségnek, hogy, hogy jó, jó ez a DL, de nyilvánvalóan onnantól kezdve, hogy lényegesen nagyobb volumenű aeroszolt lélegzel be emiatt, így ez a, a 95%-kal kevésbé egészségkárosító ö, számot egy kicsit ez azért megbolondítja, és nyilvánvalóan ö, kevesebb lesz az a 95%. És ö, a, a másik, ö, ami meg, ha jól emlékszem, Blacky szokta volt mondani, hogy ö, hogy lényegesen kevesebb nikotin kell ezekbe a, a, a DLS történetekbe, mert szintén a, a belélegzett volumen miatt jóval több cuc megy be egy slukra. Ez nekem minden tudományom a DL-ről, Fifika, kérlek szépen. Én még egy, egy nem is tudom, nyúlszal egészíteném ki, és ezt valószínűleg Kinga fogja otthon neked megerősíteni, hogyha erről beszéltek, hogy más a légzés technikája a DL-nek. Tehát ugye van a, a felső légzés, amikor a tüdőt felső felé beszívod a levegőt, van a hasi légzés, amikor az alsó felébe, uh -huh. és van ez a, Nem ez a teljes Nem értettem, hogy olyan Kinga a képbe, de most a légzés fajták kapcsán leesett. Hogy mire gondolsz, igen? A jóga miatt. Igen a jóga miatt. És másképp fogod leszívni a, a DL kazámból a gőzt, mint az MTL kazámból. Én, itt azért látok a lehetőségeket arra, hogy ezt azért vizsgáljuk. Meg egy részt, másrészt pedig a, a DL kazának azok jóval később kerültek be a köztudatba, mint az MTL-ek. Tehát Ugye a, a gőzölés az úgy indult, hogy hát legyen akkor a füstje, mint egy ciginek, hát legyen egy kicsivel nagyobb füstje, mint a ciginek, hát ennek jóval nagyobb füstje van, mint a ciginek, Hú, ennek már akkor a füstje van, mint egy gőzmozdonynak. Tehát nem tudom, hogy, hogy jó ez a fokozás. Aki ezt szereti, az csinálja. Én mindig azt szoktam mondani, hogy egyetlen egy dologra figyeljen össze az összes d hogy nincs, ha nincs egy maga. Tehát az, mm -hmm. az, abszolút visszataszító dolog, amikor uh, valaki DL kazánt használ kis helyiségbe, vagy, vagy, direkt, ahogy Charlie szokta egyébként, szia Charlie, ahogy Charlie szokta egyébként, hogy uh, pofán küld a, a nem jó, nem jó, nem szép, nem kultúrát, nem, nem odavaló. Tehát azt gondolom, hogy emlékszünk a találkozóinkra. <laughs> és még, és még én emlékszem olyan találkozóra, amikor még DL kazán nem is létezett. Az mégis olyan, olyan gőz volt a helyiségben, hogy egy török hogy három fürdőben. volt a látótávolság. <laughs> Még egy dolog tehát én, jól. Jól mondja, majd én nem. Tehát én nem támogatom a, a DL használatot közösségbe, az arra jó, hogy otthon vagy kinn az utcán. Há, vagy versenyen, uh, vagy bármi vagy. Vagy versenyen, vagy bárhol uh, használjad, vagy hogyha egy egymagad vagy, és téged nem zavar, hogy mindenhová lerakódik a, a gőz de egyébként nem egy szociál, nem egy szociális kazán ezt azért lássuk hát meg nem is annyira praktikus, olyan ez egy kicsit mint le, leugrani a boltba forma 1 autóval hogy jó jó csak nem épp erre van a, 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 a hétköznapi használatra nem annyira nem annyira alkalmas nehéz például egy rekes sört betenni egy forma 1 autóba az jutott még nekem eszembe a DR-ről hogy hatalmas hátulütője, hogy baromi nehéz egyébként szerintem DL kazánnal mondjuk egy repülőn sztelt vépelni. Igen. <laughs> Úgy is mondhatnám, hogy szinte kizárók. <laughs> Azért, na, tehát én, én egyszer az egyik ismerősömmel itt találkoztam nagy Véper, ő is, és ő DL-t használt, és biciklivel ment, és így dumálgattunk fölőt a biciklire, elindult, bejutam a kocsiba, utána fordultam, és annyira vicces volt látni, hogy megy a biciklit ott hátra neked, és csak azt látod, hogy egy ilyen büdös nagy gőz felhő száll föl a fején. Gőzbici Gőzbicikli. menne. Nagyon, nagyon durva volt. Én annak örülök egyébként, hogy ez a sorrend ez így alakult, hogy MTL és aztán jött a DL, mert hogyha tíz évvel ezelőtt dl el kezdünk, az egész egy. egy pillanat alatt úgy betiltották volna a Picsába mindenhol, hogy csak pishogunk. Egy tólvonással tól igen. megszüntették igen, igen. volna ezt az egészet. Épp valamelyik nap beszélgettem... Emberekkel, hogy ők milyen élhető törvénykezést uh, vizionálnának. Tehát ha minden happy lenne, és, uh, és szabályozni kéne Magyarországon az elektromos cigarettákat, akkor mit csinálnának, tehát hogy hogyan uh, uh, szabályoznák ezt az egészet. És nagyon érdekes volt, hogy, hogy uh, gyakorlatilag uh, senki nem gondol a, a saját biztonságára. Tehát, hogy hát ő izé, őt nem érdekli, hogy hol keverik, vagy mit kevernek, vagy izé, legyen finom, meg jó, meg izé, lehessen minden árulni, azt jó napot kívánok érted. Annyira átesnek a ló másik felére. Na, csak ezt akartam mondani is. Hát mást. pedig, ugye, amit a, a túloldal ritkán említ meg rólunk. Öh az az, hogy, hogy azért mondjuk például az Egyesület is, meg aki így foglalkoztunk az elejétől fogva ezzel az egész kérdéssel, mi is azt mondtuk, hogy a felelősségteljes elektromos cigaretta használó közösség is azt mondta már az elejétől fogva, hogy igen, szabályozásra természetesen szükség van, csak észre szabályozzunk. Tehát nem a szabályozás ellen küzdöttünk, azt azért mindenki lássa be, és vegye tudomású. És egy sokkal élhetőbb szabályozást szerettünk volna, mint ami most van. Úgyhogy... Hát igen. Nem úgy, mint Ausztráliába például, mert hogy mondtam, hogy semmivel nem készültem, ami nem igaz, linkekkel, cikkekkel nem készültem. Ausztr... Ausztrálok idióták. Ausztrálok idióták. Most volt az Ausztrál Parlament előtt egyébként egy ilyen bizottsági szavazás, hogy legalizálják-e akkor a, a, a nikotinos elektromos cigarettákat, avagy sem. És momentán a vége az lett, hogy még mindig nem, tehát teljesen ö, sötétség maradt továbbra is Ausztráliában e, ebben a kérdésben. De hogy ö, voltak ott, ö, egy ilyen anyagot állítottak össze, amiben voltak szakértői vélemények is, a nefihez és az emmihez hasonló, borzalmas. Hogy hívják ezt, megnézem egyébként, mert pont tegnap futottam bele ebbe a kifejezésbe, a Wikipédián úgy hívja az angol, hogy confirmation bias, és van ennek egy roppant bonyolult magyar megfelelője is, csak annyira bonyolult, hogy elfelejtettem, de most gyorsan Wikipédiáról lesek, hogy hogy hívják ezt magyarul. Confirmation bias. Magyar, 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 magyar. Itt van. Megerősítési torzítás. Kérlek szépen. Hát ez mi a túró? A megerősítési torzítás, az kérlek szépen elmondom, a megerősítési torzítás az embereknek azon hajlandósága, hogy azokat az információkat részesítik előnyben, amelyek igazolják saját prekoncepciójukat, vagy hipotézisüket, tekintet nélkül az információ igaz, vagy nem igaz voltára. Ennek eredményeképpen az emberek szelektíven gyűjtenek bizonyítékat, és hívják elő emlékeiket a memóriából, nem különben torzított módon interpretálják az információkat. Ismerős valahonnan? Oké, okay, de ennek mi az e-cigarettához? Hát ennek az a köze az e-cigarettához, hogy nemrégiben beszéltünk ugye Stan Tonglencről, aki megint sikerül úgy összekötni a pontokat, hogy igazából semmi közük egymáshoz, de valahogy eljut hát. a zébe úgy, hogy, hogy, hogy konklúziókat von le olyan dolgoknál, ahol igazán semmiféle összefüggés nincs, de ő azért megtalálja. És és hát ugyanez volt gyakorlatilag, ez a megerősítési torzítás az első laptól az utolsó lapjáig a nefi összefoglaló jelentésnek minden oldalán vissza, minden bekezdésében visszaköszönt, ahogy szelektíven eh, gyűjtik a, 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 a tudományos bizonyítékokat, ignorálják azt, ami megcáfolja a, az ő eh, előfeltételezéseiket és hipotézisüket. Tehát ez így, így jön ez az e-cigarettához, és hogy visszakanyarodjak az Ausztrál témához, tehát az ottani anyag, bizottsági anyag nagy része is sajnos ezzel a megerősítési torzítással métejezett ostobaság volt, mint ami nálunk is volt itt 2015-ben és azóta is. Viszont volt kettő darab szakértői vélemény, ami nagyon-nagyon ami, ami korrekt volt, az egyik az egy rendesen kidolgozott valami, a másik viszont a legjobb elektromos cigarettával kapcsolatos szakértői vélemény ever. Ever. Komolyan. Lefordítom magyarra, mert ez elképesztő jó volt a és azóta is ezen pörög nagyjából mindenki, aki a témával foglalkozik, hogy ennyi, nem több. A szakértő a következőt mondta, ez volt a szakvéleménye, az élet rövid, a dohányosoknak még rövidebb, legalizálják az elektromos cigarettát. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Az a baj ezzel a, a fassággal, hogy amiről ő beszél, azt az pont, hogy nem, nem lehet itt előhozni. Tehát, ha ez volt a legnagyobb érvük, akkor az akkor iszonyatosan nagy baj, mert ezt olyankor szokták felhozni ilyen végső érvként, amiről beszélsz. Amikor ilyen legendán alapuló megállapítást kell eldönteni, például mondjuk a, a gyógynövények hasznát illetően. Tehát azt, azt lássuk be, hogy ez a hosszú népi tapasztalat útján az terjed, és ott lehet ilyet. Számolni, hogy vajon ebből a pozitív tapasztalatból mennyi az, ami benned ezt a pozitív megerősítés miatt van. De, de az, e, az elektromos cigaretta, amiről már 2000 tanulmány született, és nem a, a felhasználók mondták, hogy ez jó, hanem hogy megmérték kontrollált körülmények között, stb. 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 ez azért teljesen kiborít. Tehát ez a dilettantizmus magas iskolája, komolyan. Ez hihetetlen. Ez hihetetlen. De egyetlen egy vizsgálatot nem végeztek még elektromos cigarettával el, és ez nekem most egy ilyen veszőparipám, ez az epigenetikai vizsgálat. Az mi az? Ami, hát Epigenetikai vizsgálat az azt jelenti, hogy a magát a gént vizsgálod, hogy hol és milyen szekvenciák károsodnak. Illetve, hogy az örökítő rendszerbe belepiszkál, -e, de itt most a teljes genomról beszélünk, és gyakorlatilag annyira, hogy mondjam, neked exakt eredményt lehet epigenetikai vizsgálatokkal hozni, hogy a gyógyszergyárak kutatási euh, és be, tehát a kutatás bevezetés időt képes akár az ötöd részére vagy a huszad részére is csökkenteni. Mert hogy, hogy ez tényleg egy ilyen halálegzakt dolog, meg, megnézik ötsz, és mind az ötsz ugyanazt az eredményt fogod kapni, hogy mondjuk itt ezt a génszekvenciát roncsolja a dohányzás, az elektromos cigarettázás meg nem. Vagy itt megváltoztat valamit a, a szekvenciának ezen a részén, vagy nem. És ezeket ilyen piszokdrága készülékekkel vizsgálgatják, ezek a gén De hát És ez megint csak egy, maga a vizsgálat egy in vitro vizsgálat. Azok alapján, amit elmondtál, ez egy in vitro vizsgálat. Tehát... Igen, de kurva, de kurva pontos. De hát ha Tehát, műszor, volt egy hasonló vizsgálat, ahol kihozták, hogy az egy cigaretta roncsolja a, a DNS állományt, és ihajcsúája és trallala, csak hogy. hogy... Hát, de, de ugye mindig azt kell megnézni, hogy, hogy hol és mit. Érted? Tehát ha most élő. Ö, tüdőszöveten nézed meg a, a genomot, miközben cigarettázol és elektromos cigarettázol, akkor a kettő közti különbség az nagyon szignifikáns. Na jó, kell, hogy ez legyen. élő ember genomját vizsgálja? Hát hogy lehet élő szövet, lehet élő szövet. Tehát ez, ez magát a, a gént vizsgálja. Tehát kiteszed a gént a, az ártalomnak, és talán megnézed, hogy a szekvenálása mi az, ami problémát okozott. És ezt megnézheted tiszta PG végével, megnézheted nikotinnal, megnézheted uh, uh, ízesítettel, megnézheted cigarettával. Cigarettával mindenféleképpen meg kell nézni, mert ugye azt ne felejtsük, hogy mi nekünk mindig a, a dohányzás alternatívájaként kell uh, vizsgálatot végezni, és nem a friss levegő alternatívájaként. Tehát ez nagyon fontos. Én ezt, akkor sem érzem ezt annyira biztos valaminek, vizsgálati eredménynek, mert hogy in vitro, és az in vitro-ból, vizsgálatokból levonható következtetések mindig korlátozottak, mert egy darab tenyésztett sejt, na, nem, nem, jön a nyelvemre, tehát hogy fogsz egy tenyészet, hogy, hogy hívják ezt, amikor sejteket tenyésztesz, Fifika? egy sejtenyészetet. Sejt, sejtenyészet, igen. igen. Tehát fog, azért fogsz, elég nehéz volt összerakni. Igen. <laughs> fogsz egy sejtenyészetet, ami gyakorlatilag az élő szervezetből kiszakítva él, de, de nem a rendszer részeként él, és ezt kiteszed valamilyen hatásnak, egész egyszerűen nem érvényesül a szervezet saját önregeneratív, önregeneratív képessége, semmi ilyesmi. Tehát a, ezt mindig a farszajonosz meg a többi is szokta kommentálni a, a, az ilyen in kísérletek kapcsán, hogy azt azért el kell osztani és helyén kell kezelni a, a, az in eredményeket, mert hogy nem lehet messze menő következtetéseket levonni belőlük, mert az ember az nem egy petricsészébe kitett n darab sejt, hanem egy nagyon bonyolult ö, biológiai mechanizmus és egy, egy, biológiai rendszer. Biztos, hogy érdekes. Abszolút igazad, van, abszolút igazad van, csak még egyszer mondom, itt az összehasonlításon van, van, van a hangsúly, hiszen in vitro vizsgálod a, a dohányzást, és in vitro vizsgálod a, a, az elektromos cigarettázást. Tehát a szigni, szignifikáns különbségnek most teljesen mindegy, hogy mi, de annak ki kell, jönni. Emlékszel egyébként erre a kísérletre, amit fölhoztam, a, 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 a roncsolta a DNS-t az e-cigaretta a, 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 a gőze? című történet, és most, hogy mondod, ugye, hogy össze kell hasonlítani a dohányzással, hogy, hogy ők ugye nem hasonlították össze a dohányzással, hanem valahol ott a, a tanulmány szövegébe félúton el volt rejtve a, 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 mondat, hogy hát, és amikor megvizsgáltuk a dohányfüstnek kitett sejteket, mind pusztult <súrg> 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 Igen. <súrg> Igen. Na, tehát ez mi, mindenféleképpen Érdemes ezen a, a, az úton egy picit tovább menni, és akkor látnunk kell, hogy nem tudom mennyi az, az a baj, hogy te gyűjtöd a bizonyítékot, ők meg pont letolják ezt a, a részt, tehát így negálják. Ami az elcigi mellett szól, az nem igaz. Tudod, stop soros, stop elcigi. Hát ennyi. Megerősítési torzítás, kérlek szépen. Megerősítési torzítás. Igen, csak ez az ő részükről. Igen, van. igen, igen. Van. Abszolút. Látom megint előszettet, szerencsétlen FDA-t. Igen, mert hír van az FDA oldaláról, még megosztotta a, a, a közvélemény azt illetően, hogy ez most jó lesz-e vagy nem lesz jó. Viszont úgy nyilatkozott ugye az FDA új vezetője Scott Gottlieb, ez, ez most jött friss az info, hogy megvizsgálják a lehetőségét, hogy hogyan lehetne bevezetni, hogy ilyen over-the-counter módon lehessen elektromos cigarettát értékesíteni az Egyesült Államokban. Az over-the-counter az ugye ez a... Vény nélkül kapható történetek, és, és megoszlott a közvélemény azzal kapcsolatban, hogy az gyakorlatilag egy ilyen burkolt gyógyszerszabályozás irányába akarja elvinni az egészet az Egyesült Államokban, vagy esetleg egy, egy nyitás, egy könnyítettebb, egyszerűsítettebb szabályozás felé. Minden esetre ez egy érdekes fejlemény, mert az ottani szabályozásban eddig erről, erről nem volt szó. Ez érdekes egyébként, mert emlékszem rá, hogy annak idején kézzel tiltakoztunk az ellen, hogy, az elektromos cigaretta gyógyszer tári termék legyen, mert hogy nyilván a gyógyszergyártók nem fognak ennek nekiugrani. Hát nem is gyógyszergyári, vagy gyógyszertári termék ez, mert hogy az over the a lényege, hogy fegyes benzinkuton, tehát gyakorlatilag bárhol nem kell, patikában nem, nem kötelező. Hát ölete. ez olyan, mint a vitamin, a táplálék Inkább, ez, a inkább ez, a, táplálék ja, című sztori. Nekem egyébként ez, ezzel kapcsolatban egy külön véleményem van, mert a, a mostani uh, szabályzás a gyártói oldalon az uh, sokkal szigorúbb például, mint a táplálékkiegészítőké. Igen, ez Nekem a múltkor. Nekem, nekem sokkal több anyagot kell leadnom a, az EU-s regisztrációhoz, mint mondjuk egy táplálékkiegészítő forgalmazónak. Jó, ja, ezt már konkrétan. El. Azon egyébként ezzel, hogy mondom, megosztott a közösség, és így mindenki várja, hogy na ebből mi a fene fog kisülni, de hogyha az angol példát nézik, ahol ugye Angliában azért eléggé liberálisan szabályozták az elektromos cigaretták kérdését, szerencsére, viszont ott is megadták a lehetőséget, hogy ha valaki receptre szeretné, és ott nem recept nélkül, hanem konkrétan ö, receptre kapható elcigarettaként szeretné forgalmazni a készüléket, akkor be van rá módszer, hogy ezt, e, e, a, a gyártók ezt megoldhassák, viszont hogy ott a gyakorlat azt mutatta, hogy talán egy vagy maximum kettő terméket sikerült átnyomni ezen a, a, a kritérium rendszeren, viszont gyakorlatilag a végeredmény egy olyan termék lett, amit aztán, ami aztán nem kellett a kutyának sem. Tehát értékesíteni aztán végül nem tudták a jelenlegi helyzet szerint. Ja, az a baj ezekkel a, a hosszú, hogy is mondjam, bevezetési, meg, meg vizsgálati időszakokkal, hogy gyakorlatilag a piac fejlődését akadályozza. Tehát egy, egy likvidnél még azt mondom, hogy bár ott sem, de el tudom képzelni azt, hogy legyen hat hónap a piacra kerülési idő. Mert, mert esetleg tényleg valaki vizsgálja, tehát hogy, amire még nem volt azért példa, de hogy tényleg valaki megnézi az a leadott összetevőket, vagy nem tudom én, megtrollkodja egy kicsit, vagy, vagy bármi. De egy, egy készüléknél érted, hát na, nem, nem, nem látom ezt a, a hat hónapot. Ez pont a, az ECG piac elévülési ideje. Tehát mire forgalomba hoznád, helyette megint jön uh, két-három két, uh, újabb készülék, vagy generációban is akár lehet egy váltás. Ja, 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 ja. Ezek uh, marha érdekesek. Bár én megmondom őszintén, hogy én már annak örülnék, hogyha ha azért egy-két készülék úgy megmaradna végleg a piacon. Tehát, hogy az ilyen nagyon atom megbízható készülékeket ne variálják, majd állandóan cserégetik a kazát. Tehát ez most már kezd odáig fajulni, érted, mint a, a számítástechnika, hogy de semmivel nem tud többet, de azért kicseréljük a, a kazán menetét, meg a, a nem tudom én mit, és akkor ez már nem lesz kompatibilis a, a régi készüléket. De... Tök igazad van, pláne távol keretre jellemző ez, hogy a kínai piacra, hogy, hogy te valamiért ingerenciájuk van rá, hogy fél évente újra fel kell találni a kereket. De komolyan. Tehát nekem van egy ilyen becsípődésem. Mondjuk én azt gondolom, hogy az Aspire Nautilus, az piszok jó készülék. Nagyon jó a betétje is. Tehát ez teljesen jól használható készülék. Hál' Istennek még, még azért hogy is mondjam, forgalomba van. De én már rettegek attól, hogy egyszer kivonják a, a forgalomból, vagy áttervezik a, a porlasztót, és akkor dobhatom ki a, a háromféle espályer kazánomat, amiben ugyanaz a fej egyébként teljesen jó működött. Na, mindegy, ezek ilyen érdekes dolgok. Legalább az 5-10-es csatlakozót nem piszkál. Igen, igen. Hát képzeld sikerült filmet néznem. Na, milyen filmet néztél, Fifika? Még, ennyi Annihilation, jó mondom? Igen. Na, te láttad? Hát akkor nem, nem spoilereznék. Jót <laughs> meséltél. Bakker, bakker, azt hittem, hogy, hogy megnézted a Netflix ezt hogy nem hozták be hozzánk moziforgalmazásba, forgalmazásba, pedig hát az egyik leglátványosabb science fiction neki indult ebben az évben tudsz róla egyébként valamit? Én a világon semmi, de most mindjárt olvasom a szinopszisát Wikipédián gyorsan. Pszichológiai science fiction horror film. Fifi, lehet, hogy rosszakat álmodnék. Figyelj, marha érdekes, az a, az a baj egyébként, hogy a regényből semmit nem ad vissza. Tehát a regény az annyira, az annyira gáz volt, hogy, hogy még írtak mögé két kötetet, amiben megmagyarázzák az első kettőt. <s -t> Tehát ez a, ez a, nem tudom, emlékszel a, a strugacki testvéreknek a Péknik a senki Földjén? Nincs meg. Nem? Mm -hmm. ha, abból még csináltak, Tarkovsky csinált egy iszonyú komoly filmet, hogy ez a, tudod, hogy ott valami van, és tök más, tehát hogy ott, ott azon a részen, nem tudjuk, hogy mi történt, de nagyon furcsa dolgok történnek. És ez még rádob két lapáttal erre a, a sztorira. Sajnos a mit tudom én, a film első órájában meg is mondják, hogy ez mi. Tehát ami miatt az író még írt két részt annak idején a regényből, azt így az első órában így bele, beletolják a pofát, vagy na ez ez, érted? Egyébként hihetetlen szép a látványvilága. Nagyon durva, amúgy a, a CGI az, hát mondjuk így az állatok terén nem volt a magaslaton, de minden másban igen. Iszonyú látványos, egy picit elgondolkoztató, és hát szerintem, aki szereti ezeket a, a, az elgondolkoztatóbb science fictioneket, az nézze meg. Aki viszont nem szereti a, a horrort ebben a műfajban, az meg nem biztos, hogy meg kell, hogy nézze. Nem egy ilyen pörgő film azt azért hozzá kell tenni, de mindenféleképpen egy látványában egy hihetetlenül érdekes film. Nem is érdemes egyébként szarkópiát nézni róla, tehát tényleg egy, egy full HD-ba sajnos mondom moziba nem került be, én készültem pedig rá, hogy ott fogom megnézni, de azért egy elég nagy képernyő elé bebírtam így ülni, és Netflixen megnéztem. Érdekes Érdekes, én csak ezt tudom mondani. Illetve néztem egy sorozatot, fú, no. ez a. És nagyon tetszett, és nagyon tetszett. Megnyílik egy átjáró a két világ között. Viszont, és ez. Tehát a, a Földnek van egy másolata konkrétan és megnyílik egy átjáró és ahogy megnyílik az átjáró a dolgok elkezdenek másképp történni a két világban nem? nem pont, de tudom, hogy melyikre gondolsz azt én is nézem, csak egy kicsit le vagyok maradva ez a Counterpart című sorozat az az, az alapsztori, hogy valahol, valamikor történt valami ami miatt lemásolódott és onnantól kezdve kezd el igen, szép, ez szép a kép más nevű sorozat nagyon jó. Nagyon jó, nagyon tetszik. Szerintem jó színészek vannak benne. Aki nem science fiction rajongó, az is nyugodtan nézheti egyébként, mert mert szerintem jó mondom, hogy itt inkább a bűncselekményes részek a, a, az érdekesebbek, és nem kimondottan a, a science fiction. De jó, jó az a sorozat nagyon. Igen. Most itt a hosszú hétvége megpróbálom bepótolni a lemaradásomat. Légy szíves. Légy szíves. Jó, hát nem tudom, Krisztián, neked van még valami, esetleg... Én kifogytam, kérlek szépen. Szóval. Azon, azon, kívül, hogy meg szeretnénk köszönni mindenkinek a segítséget és a támogatást. Férfi ember ö, rendesen tud haldokolni, én is, úgyhogy, de azt mondtam Krisztiánnak, hogy a húsvét Nem tehetjük meg, hogy podcast nélkül hagyunk benneteket, inkább meghalok a podcast oltárán, de túléltük. Én is, Krisztián is, mindenkinek nagyon-nagyon kellemes husvéti nyulat, kív ny nyulat kívánok. És külön, külön kiemeljük ugye, a támogatóinkat. Külön Csárlinak is egy óriási nagy a tojást kívánok. És locsolkodás. Struc. Struc és locsol... sok locsolkodót. És nyakpánt. igen, igen. És nyakpánt. És tűzoltó autó. És mindenkinek boldog és kellemes húsvétot. Egy élmény volt. Sziasztok! Hát neked mielőbbi jobbulást kívánok, Fifika. Keveredj ki ebből a nyavajából. És Köszönöm. Kellemes húsvéti ünnepeket. Köszi, sziasztok!